Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Mai napon van hamvazó szerda, melyel kezdetét veszi a nagybőjti időszak. Adásunk legfőbb témája a farsang lesz, melyel a kisgyermekektől a szépkorúakig minden korosztály elbúcsúztatta a telet. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk a már megszokott elérhetőségeinken a 0630 432 0092-es telefonszámon, leveleiket pedig a nagyatadi.vtv@freemail.hu e-mail címre küldhetik. Műsorunk visszanézhető az interneten is. Most pedig lássuk röviden adásunk tartalmát. Ismét változik az orvosi ügyeleti ellátás Nagyatádon. Az 1-es és a 3-as számú házi orvosi körzetben dr. Horváth Tibor látja el a betegeket március 1-től. Az idei évben is színpadra léptek a nagyatádi óvodák pedagógusai, akik a Só című mesét írták át az előadásukhoz. Minden nagyatádi óvodában a farsangra készültek az elmúlt hetekben. A jelmezbeöltözés mellett különböző produkciókkal készültek az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói. Feltűzték a szalagokat a nagyatádi szakképző iskola diákjaira. A szalagavatós keringőt idén 12 pár táncolt el a rendezvényen. Farsangi összejövetelt rendeztek a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesületének nagyatádi szervezete. Nagyatádi óvodásoknak tartottak kézműves foglalkozásokat a Somogy udvarhelyi Kuckó Alapítvány önkéntesei a kulturális központban. A farsangi hagyományokat elevenítették fel, és egy színes felvonuláson is részt vehettek azok, akik ellátogattak a kulturális központ munkatársai által szervezett télbúcsúztató programra. Ander Balázs országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet a Jobbik Magyarországért mozgalom nagyatádi szervezetének programján, melyen a kommunizmus áldozataira emlékeztek meg. Március 1-től változásokat tapasztalhatnak azok, akik az 1-es és a 3-as számú házi orvosi körzetekhez tartoznak. A változás nem érinti az egészségügyi szolgáltatásokat, új házi orvossal találkozhatnak a betegek. Három házi orvos adta vissza a praxis jogát 2016-ban Nagyatádon, akik az egészségügy más területén folytatják tovább tevékenységüket. Azóta helyettesítésekkel próbálják meg ellátni a megüresedett körzetekben a betegek ellátását. A képviselőtestület ezt követően mind a három megüresedett praxisra kiírta a pályázatot, de a helyettesítésről azonnal gondoskodott. A 3-as számú házi orvosi körzetben a Lunamedic Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést, aki a vele jogviszonyban álló dr. Bótor Dávid Jánost küldte a feladat ellátására, aki a 3-as számú körzetben teljes munkaidőben, teljes ellátási időben praxis joggal végezte a tevékenységet. A másik két megüresedett házi orvosi körzetben a tavalyi évben a nagyatádi házi orvosok látták el helyettesítéssel a feladatot. Tavaly ősszel a Lunamedic Kft. Vállalta mind a három házi orvosi körzet feladatait, melyeket a kaposvári céggel jogviszonyban álló házi orvosokkal töltött be. A 3-as számú házi orvosi körzetben változatlanul praxis joggal teljes ellátási idővel a Bútor Dávid látta el a feladatot, és ő helyettesítéssel végezte az 1-es házi orvosi körzetben, természetesen rövidebb ellátási idővel a házi orvosi feladatokat. A 4-es számú házi orvosi körzetben pedig dr. Busai Izabella kezdte meg a házi orvosi feladatokat. Időközben újabb változások következtek be, mivel dr. Bútor Dávid Jánost nem vállalta tovább a rábízott házi orvosi körzetekben a betegek ellátását. Február 1-től február 28-ig őt helyettesítéssel pótolták a 3-as számú és az 1-es számú házi orvosi körzetekben, és március 1-től a Lunamedic Kft. Vel jogviszonyban lévő dr. Horváth Tibor fogja ellátni a 3-as és az 1-es házi orvosi körzetekben a betegek gyógyítását. A 3-as körzetben praxis joggal teljes munkaidőben, az 1-es számú körzetben pedig helyettesítéssel. A 4-es számú körzetben pedig Busai Ildikó várhatóan hosszabb ideig lesz távol, és őt pedig helyettesítéssel dr. Márton István helyettesíti. Dr. Kovács Ildikó szerint így mindegyik házi orvosi körzetben ellátásra kerülnek a nagyatádiak. Ezek a megoldások
ezek biztosítják azt, hogy az előírásoknak megfelelően és a betegek megelégedésére tudják végezni a házi orvosi feladatokat. Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Lonamedic Kft-vel, és jelezzük egymásnak, hogyha bármilyen fennakadás adódik. A házi orvosi ellátás mellett a hétvégi orvosi ügyeletről is szót ejtettek a képviselőtestület tagjai legutóbbi ülésükön. A Városatyák egy új közbeszerzési pályázatot írtak ki ennek az egészségügyi feladatnak az ellátására, mivel időközben lejárt a szolgáltatást végző céggel kötött szerződés. A hétvégi és a hétközi házi orvosi ügyeleteket az Emergency Service Kft. Végzi, ővelük közbeszerzési eljárás során kötött szerződést Nagyatád város önkormányzata a Rinyamenti Kistérségi Társulás megbízásából, és ez a Kft. 2016. január 1-től december 31-éig a közbeszerzési eljárás alapján végezte a feladatokat. Most egy újabb közbeszerzési eljárás kiírására került sor, de addig, amíg ez le nem bonyolódik, ez várhatóan április 30-áig továbbra is ez az Emergency Service Kft. Látja el a házi orvosi ügyeleti feladatokat. A közbeszerzési eljárás lezárásáig is biztosítva van az ügyeleti ellátás Nagyatádon és a kistérségben, melyet hétfőtől péntekig 15 órától másnap reggel 7 óráig, illetve szombat reggel 7-től hétfőn reggel 7-ig vehetnek igénybe a betegek. Hetedik alkalommal várták a gyerekeket és szüleiket a kulturális központba a nagyatádi óvodák munkatársai, akik idén a Só című mese feldolgozásával készültek a közönségnek. Nem sok olyan város van hazánkban, mint Nagyatád, ahol óvónők, dajkák és az intézmények munkatársai évek óta egy-egy mesefeldolgozással örvendeztetik meg a közönséget. A nagyatádi óvodák szervezésében idén is egy nagyszerű előadáson vehettek részt az érdeklődők. Tulajdonképpen ez már a hetedik év, amikor az óvónők egy mesét földolgoznak a gyerekek számára, és kibővítettük, tehát eddig az óvodába adtuk elő, de most már hetedik éve a művelődési ház ad helyet annak, hogy meglássák többen a városlakói, az iskolások és az óvodások egyaránt. Az előadás előtt azonban a néptánc kapta a főszerepet, hiszen a legkisebbek is színpadra léptek az este folyamán. Esti előadás a szülőknek szólt, a nagyszülőknek, a rokonoknak, hiszen a néptáncos gyerekek itt mutatták meg először magukat az év során, majd lesz ballagás, évzáró, különböző programok, de ezt mindig így csináltuk évek óta, hogy a táncos csoportok bemutatkoznak, és hát akkor a népmesével az óvónénik is. A gyerekek lelkesen készültek a bemutatóra, hiszen először mutatták be az újonnan tanult koreográfiákat szüleiknek és az érdeklődőknek. Nagyon örülök annak, hogy az óvodáinkba be tudtuk csempészni a néphagyományok mellett a néptáncot, illetve a gyermektáncot. Például Lilla Székesfehérváron végzett, tehát néptáncoktató, és biztos, hogy észrevették a nézőink, hogy mind a három csoportnál föllelhettek ismerős dolgokat, tehát ki hogyan tanította a tánclépéseket. Ez az Így tedd rá mozgalom, ami Magyarországon túl már Amerikában és Németországban mindenfelé megy, aki ennek a fő kitalálója, és így próbáljuk a gyerekeket ránevelni arra, hogy a hagyományokat őrizzék, szeressék, a néptánc lépéseket nem mondjuk ki kereken, hogy most ugróst vagy csárdás lépést, hanem sárga tulipán, zöld tulipán, diót törnek, tehát nagyon játékosan megtanulják a gyerekek a lépéseket. Úgyhogy most három óvodánk mutatkozott be, a Csillagszem óvoda a Pünkösdre készül nagy erőkkel. A néptánc alapjait, illetve a népi játékokat és a népdalokat a gyerekek mindennapjaiba is becsempészik az óvónők, akik igyekeznek minél színesebbé, érdekesebbé tenni az óvodások számára néphagyományainkat. Élvezik a gyerekek, hiszen a mindennapjaikba be vannak csempészve, tehát nem úgy készülnek egy műsorra, hogy most aztán reggeltől estig próbálunk, hanem megtanulnak a énekfoglalkozáson, szabadidőben, akár altatás előtt énekeket, és akkor az óvónénik vannak olyan ügyesek, rutinosak, hogy ezt szépen összerakják egy szép koreográfiába. A néptánc után elérkezett a várva várt pillanat, amikor is az óvónők léptek a színpadra. A szereplők izgatottságukat nem tudták leplezni, akik az előadás előtt szinte minden nap próbáltak, hogy mire elérkezik a nagy nap, minden tökéletesen sikerüljön. Az óvónők mellett azonban támogatókra is szükség van ahhoz, hogy egy-egy előadás megvalósulhasson. Vojkovics Istváné vett át tőlem annó a Mazsolázó munkaközösség vezetését, de hát nem tudtam otthagyni igazán őket, és hát én vagyok a másik, aki tényleg menedzseli, szervezi a partnerektől, amit lehet kérni, kapni, jelmezeket,
hangosítást, világosítást, és én itt szeretném most megköszönni a Művelődési Háznak és a tévének is azt a sok-sok munkát, amit velünk együtt tettek a sikerért. A mesék kiválasztásában is közösen vesznek részt az óvónők, akik idén a Só című népmesét választották, amelyet kissé átírtak, hogy mindenkinek jusson szerep. Megszavazzuk, hogy melyik mesével készüljünk egy-egy évbe, és akkor utána a rendező átdolgozza párbeszédesre, kibővítjük a rövid meséket, egy picit megtoldjuk még, és kiegészítjük, hogy mindenkinek jusson szerep, hiszen a munkaközösségben 14 fő van, és azt gondolom, hogy mindenkinek szerephez kell jutni, tehát van, amikor a mesét egy picit átdolgozzuk, de hát a népmese szájról szárra jár, úgy gondolom, hogy ez is belefér. A Só című mese feldolgozását kétszer mutatták be az óvónők, hiszen az esti előadás mellett a délelőttire az óvodásokat várták az amatőr társulat tagjai. Az óvónők és a dalkek számára nagy élmény egy-egy mese feldolgozása, hiszen a gyerekeknél nincs hálásabb közönség. A gyerekek nagyon érdekesek, ugye ott van a kettős tudat, a mese tudatuk, tehát igazándiból izgulnak végig a gonosz szerepbe, a haragszanak az óvónénire, illetve a szereplőre, szurkolnak a szegény király kisasszonynak, de a végén, amikor vége van a mesének, akkor mondják, hogy jaj, de jó volt óvónéni. Minden nap szereplünk a gyerekek előtt, hiszen együtt játszunk, énekelünk, szomorkodunk, örömködünk, de ez egy különleges nap, mert meghívtuk az első osztályos gyerekeket is, hiszen ők még nagyon emlékeznek az óvónénikre, a sok szép mesére, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép délelőttöt adtunk a gyerekeknek. S hogy még inkább lekössék a gyerekek figyelmét a szereplők, egy segítőt is bevontak a játékba az óvónők. Legközelebb meg fogom gondolni, mert most Fölker Janka, az óvoda titkárunk kutyája volt, én azt gondolom a főszereplő elvitte a pálmát, de nem baj, én azt gondolom ez is egy olyan élmény a gyerekeknek, ami talán még nagykorukban is emlék lesz. Az óvónők igyekeznek minden évben olyan mesét választani, melynek több tanulságát is levonhatják a gyerekek és a felnőttek. A legutóbbi darab nem csak a sós és a sótlan ételekről szólt, de a szeretet erejét is belefogalmazták a mesébe a szereplők. A gyerekek nagyon jól érzik, értékelik ezeket a dolgokat, mert a kompetencia alapú óvodai programcsomagunkban például bent van, hogy a gyerekek közmondásokkal, szólásokkal ismerkednek, és gyűjtögetik is az ilyen dolgokat, hogy kit hogyan szeretnek, tehát az óvónénik nem csak úgy belevágnak egy mesébe, annak van előzménye és van utózmánya is, ami most például a rajzpályázat lesz, amit délelőtt meghirdettünk az elsős gyerekeknek is és az óvodásoknak is, hogy rajzolják le, ami a legjobban tetszett. Hát remélem nem csak vudút fogunk kapni. Az óvónők előadása mellett farsangi mulatságokat tartanak ebben az időszakban az óvodákban, de bőven lesz még programjuk a gyerekeknek a tavasz folyamán. Itt lesz majd az anyák napja, a pünkösdi, a húsvéti hagyományőrzés, és tulajdonképpen ezekre el is várják már a szülők, és azt gondolom feladatunk is, hogy megmutassuk, hogy egész évben mit csinálunk a gyerekeikkel, mit tanulnak az óvodába. Tehát mennek a gyerekeink például a városba is, az idősek otthonába, aztán a városi programokra, rendezvényekre, a reneszánsz vásárba, tehát helyet kapunk a város életében is. Az óvodások mindig üde színfoltjai egy-egy városi rendezvénynek, akiket jövőre is szeretnének megörvendeztetni egy újabb mese feldolgozásával a nagyotádi óvodák munkatársai. Vízkeresztől Hamvazó Szerdáig tart a farsangi időszak. Ezen időszak történelmi hátterét dolgozta fel kollégánk. Böjtelő havát a télzáró hónapot már megtölti a vidámság és a jókedv. De vajon honnan is ered ennek a története, és milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá? A farsangi időszak meghatározása úgy hangzik, hogy Vízkereszttől húshagyókedv éjfélig tart. A Vízkereszt napja január 6-a, de a Hamvazó Szerda mozgó ünnep mindig pontosan a húsvét előtti 40. nap, ami idén március 1-ére esik. Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás közepette. Ezt követően már a böjti időszak következett, amikor le kell mondani a húsról és a sok ételről. Jellegzetes farsangi ételek a kocsonya, káposzta és természetesen a farsangi fánk. Hamvazó Szerda után indul a vallásos életben a nagyböjt időszaka, amikor nem szerveznek mulatságokat. Így mindenképpen a farsangi időszakban éljük ki a hosszú tél fáradalmait. A farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál, amit magyarul a farsang farkának nevezünk, a farsang maga viszont német eredetű szó. Ez a farsang vasárnaptól húshagyókeddig terjedő három nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett, tulajdonképpen itt élbúcsúztató.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat, Riói karnevál, Velencei karnevál, Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet az ősi hiedelmek és babonák hívtak életre, előzménye a Szaturnália volt. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a nap elgyengül, és a gonosz szellemek ezáltal életre kelnek. Vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akarták ezeket a gonosz szellemeket előzni. Ezért a régi jelmezek mind ijesztőek voltak, hogy előzzék a halált és a hideget. Az első jelmezesek pedig halottas menetet imitálva masíroztak, ebből alakult ki a mai modern karnevál. A farsang hagyományosan a párválasztás időszaka is. Esküvői szezonnak számított, mert a nagybőjt ideje alatt tilos volt esküdni. A falvakban a legények szervezték a bálokat, és a lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, akik a farsang végén a kapujukra tűzték azt. A néphagyomány számos elnevezést használ rá. Csonthagyó vasárnap, ötvened vasárnap, sonkahagyó vasárnap, húsevő vasárnap. A húshagyó kedd a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja, a farsang temetés időpontja. Szó szerint eltemették a telet, mert koporsót készítettek, amit el is égettek. Ha nem is készítettek koporsót, akkor is égettek szalmát. A húshagyókedd, más néven madzaghagyókedd, mely nevet a madzagon lógó ételek elfogyása miatt kapta. Egyes latin-neolatin etimológiai értelmezések szerint maga a karnevál szó is innen ered, carnavale, megválás, búcsú a hústól. A középkori Magyarországon szélesebb népréteg is ünnepelte a farsangot. Egyfelől a nemesi udvarokban bálokat rendeztek, másfelől a polgárság is rendezvényeket szervezett, és a falusi néphagyományokban is fontos szerepet játszott a szabályok felrúgása, a fordított világ biztonsági szerepként funkcionált. Amit a farsangi időszakban büntetlenül megtehettek, az máskor tilos volt. Az ilyen bolond ünnepeknek ez a tanító jellege is megvolt az egyszerűbb emberek számára, vagyis a szabály ideiglenes áthágása erősíti a szabályt a hétköznapokban. Erről szól tulajdonképpen a farsang. Az elmúlt hetekben az összes nagyatádi óvodában farsangra készültek az óvodapedagógusok és a gyerekek. Nem csak közösen készítették el az állarcokat és jelmezeket, de a néphagyományokat is megismertették az óvodásokkal. A vidámság és a jókedv jegyében telt a farsangi készülődés a nagyatádi óvodákban. Amellett, hogy színes jelmezeket öltöttek magukra a gyerekek, megismerkedtek a farsang eredetével, néphagyományaival. Minden óvoda megpróbál valami egyedit, sajátot beletenni az ünnepi készülődésbe. Minden óvodánk rendelkezik sajátos arculattal. Természetesen a fő célokban mindig egyetértünk, de ilyenkor egy farsangi időszakban mindenki megmutathatja azt a sajátosságát, ahogy ő szervezi azokat a programokat, amiket nem egységesen csinálunk. Ilyen a farsang. A felkészülés időszakában az óvodapedagógusok nem csak a farsanghoz köthető tradíciókról beszélgetnek el a gyerekekkel, de felkészítik őket az ünnepi hangulatra is. A kicsik azt is megtudhatják egy-egy foglalkozás során, hogy mennyi ideig is tart a farsang, és számos hagyományhoz köthető verset, dalt és mondókát tanulnak. Ilyenkor lehet tréfás, vicces, egymás csúfolódós verseket is tanulni, hiszen a farsang a vidámságról, a szórakozásról szól, és azt is megtanítjuk nekik, hogy ezt most szabad. Szabad a lányoknak a fiúkat csufolni, és fordítva is, de hát azért a mindennapokban ezt a szokást azért nem akarjuk hagyománnyá tenni. A farsangi időszak minden óvoda életében vidám, és ugyanakkor tevékeny időszak. A kicsik a kézműves foglalkozásokon jelmezeket és állarcokat készítenek közösen a felnőttekkel. Ám nem csak az óvodapedagógusok veszik ki a részüket a munkából, de a szülők is különböző technikákat használva segítenek a farsangi készülődésben. A dekoráció, ami persze hát nem elhanyagolható ilyenkor, mert vidámmá színessé teszi az óvodák csoportszobáit, ebben is a gyerekek tevékenyen részt vesznek. Szalagokat fonnak, bohócokat készítenek, különböző állatjelmezeket. Nagyon sok olyan elfoglaltságuk van ebben az időszakban, ami felkészíti őket arra, hogy amikor kiteljesedik és elkövetkezik az a nagy nap, amikor felvetik a jelmezt és báloznak, táncolnak, játszanak, hogy ez mind elő legyen készítve már érzelmileg is, hiszen tudjuk, hogy óvodáskorban ezek a gyerekek érzelemvezéreltek. Mivel a farsangi időszak ebben az esztendőben hosszúra nyúlt, a nagyatádi óvodák nem egy napon tartották meg a saját rendezvényüket. Elsőként a Gyöngyvirág óvodában ünnepeltek mulatságot a gyerekek és a pedagógusok. Náluk hagyományos
általánosan délelőtt szervezik ezt a programot, amikor a gyerekek felöltöznek jelmezbe az óvónénik segítségével, és az egész délelőtt folyamán ebbe a jelmezbe vannak, és így csinálnak különböző tevékenységet. Játszanak, táncolnak, így esznek. A szülők természetesen itt is hozzájárulnak egy kis édességgel, üdítőitallal, valami kis finomsággal, hogy a farsang minél szebb és minél emlékezetesebb legyen a gyerekek számára. Másodikként a Nyitnyi Kék óvodában tartottak farsangi mulatságot. A rendezvény két napon át zajlott, hiszen az intézmény mindkét csoportjában külön ünnepeltek a gyerekek és a pedagógusok. Ebben az óvodában az a szokás, hogy a szülőkkel együtt közösen báloznak a gyerekek. Délutáni időszakban van megtartva ez a jelmezbál. Ugyanúgy süteményeket és üdítőitalokkal járulnak hozzá a szülők, hogy a hangulat jó legyen. És mivel életkori sajátosságuk az a gyerekeknek, hogy nem igazán tudnak hosszú ideig táncolni együtt, ezért különböző vicces, humoros játékokkal szoktuk eltölteni velük az időt. Kis műsorral készülnek a szülők számára a gyerekek, ami nagyon vidám és kellemes hangulatba történik, hiszen itt azokat a tréfás és csúfoló verseket tanulják meg, amikkel egymást is és a szülőket is szórakoztatják, és mivel ez egy olyan műsor, ahol nem kell kiállni, külön szerepelni, hanem közösen együtt a kicsik és a nagyok is egymást kézen fogva szerepelnek, ezért ezek mindig nagyon jól szoktak sikerülni. A Napsugár óvodában egész héten programokkal készültek a kicsiknek, hiszen nem csak farsangot tartottak, de az intézményről elnevezett Napsugár hetet is, így hétfőtől péntekig ünnepeltek az óvodások, a pedagógusok és a dajkák. Szerveztek ők a szülőkkel együtt egy programot délután is, és hát a kiteljesedés náluk is az a farsangi bál volt, amit hát délelőtti időszakban tartottak meg az óvodában együtt a két csoport. A néphagyományokból egy nagyon fontos dolgot elevenítettek ők fel. Kiszebábot készítettek már előtte héten közösen a gyerekek és az óvónénik, és versekkel, dalokkal ünnepelték, játszottak a kiszebábokkal, majd egy egyszerű mozdulattal kihajították az ablakon, ezzel megszüntetve, megsemmisítve a telet és várva a tavaszt. A Csillagszem óvodában is nagy vidámsággal készültek a télbúcsúztató ünnepre, s bár a jelmezek itt sem maradhattak el, mégsem a díszes színes ruhák kapták a főszerepet a nap folyamán. Van egy nagyon régi hagyománya az óvodának, egy pizsi parti, amit az óvodának az egyik csoportja csinál. Felöltöznek pizsomába óvónénik gyerekek, és hangszerekkel, dobokkal, sípokkal, mindenféle ilyen érdekes farsangi szerszámmal kergetik el a telet, végigjárják a csoportokat, kicsit megijeszgetik egymást, de hát természetesen ez is vidáman történik, és ez készíti elő a másnapi igazi farsangi bált, ahol a gyerekek már minden csoport ebbe az óvodába is jelmezbe öltözik, és így ünnepelnek együtt. A hétpettyes óvoda sem maradhatott ki a farsangulatságból. A gyerekeknek délelőtti időpontban rendezték meg az ünnepséget a Honvéd utcai intézményben. Az érdeklődők be is kukkanthatnak erre a délelőtti farsangra, egy kicsit fényképezhetnek, egy kicsit videózhatnak, hogy megörökítsék a nagyszülők és a többi családtag számára is, aki esetleg nem vett részt ezen a farsangi ünnepségen, hogy mi is történt az ő kisgyermekükkel. Nagyon vidáman az óvónénik mindig jelmezbe öltöznek ebbe az óvodába, és ők is ugyanúgy kiveszik a részüket a játékokból, a vidámságokból, mint a gyerekek. A Bodvicai Szászor Szép óvodában el kellett halasztani az ünnepséget, hiszen nagyon sok gyerek betegedett meg az elmúlt időszakban, így a következő hetekben kerül megrendezésre a farsangi mulatság az intézményben. Szerveztek a szülőkkel együtt egy közös munkadélutánt, ahol készítettek a gyermekeknek különböző meglepetéseket, és úgy tervezik, hogy egy közös délutánon készítettek ők is kiszebábot, amit a szülőkkel együtt, minden szülő ott lesz ebbe az óvodába ezen a délutánon, közösen kivisznek az udvarra, és hát bizony meggyújtják. Hát láttak már ilyet a gyerekek, mert a tévében nagyon sok riport mostanában ebben az időszakban a farsangról szólt, tehát nem lesz ez olyan ijesztő az ő számukra, szerintem nagyon fog nekik tetszeni, mert már régen történt egy igazi, hagyományos kiszebáb égetés a nagyatádi óvodákban. Hagyomány, hogy minden évben egy nagyatádi óvodai csoport műsorral készül a városi farsangra is. Az idei esztendőben a Nyitnyi Kék óvodásain volt a sor, hogy a Kulturális Központ által szervezett programon is részt vegyenek, akik egy kedves kis műsorral színesítették a délutáni rendezvényt. Múlt héten a Bárdos Lajos Általános Iskola farsangi rendezvényeiről adtunk tudósítást. Mai magazin műsorunkban azonban az Árpád Fejedelem Általános Iskola ötletes és jó színvonalú jelmezes műsorait láthatják a kedves nézőink.
Az alsósok által bemutatott egyéni jelmezek mellett a felső tagozatosok idén is látványos produkciókkal lepték meg a közönséget. Ki ne szeretett volna gyerekkorában hercegnő, tündér, vasutas vagy éppen szuperhős lenni? Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában ebben a tanévben is biztosítottak két olyan napot a pedagógusok, amikor minden tanuló azzá mesehőssé válhatott egy pár óra erejéig, ami lenni szeretett volna. A farsang az mindig különös esemény az Árpád iskola életében, amikor is a közösségi élet megpezsdül, egy különösen fontos közösségi eseménynek tartjuk ezt a rendezvényt, nem véletlen tartjuk külön az alsósoknak és a felsősöknek. Egy picit más az érdeklődési körük, más a felkészültség, illetve hát más módon készülnek helyesebben ezekre a programokra. A tanulók számára nagyon fontos az, hogy megmutathassák, hogy mire képesek, hogy milyen kreatívak, milyen ötletes jelmezeket, produkciókat tudnak kitalálni. Hercegnőkből, tündérekből, szuperhősökből nem volt hiány ezúttal sem az iskolában, hiszen a legkisebbek számára még mindig ezek azok a mesefigurák, akiknek a bőrébe szívesen bújnak a gyerekek. Az alsósoknál első, második, még talán harmadik osztályban is inkább az egyéni jelmezek a jellemzőek, de ehhez természetesen valamiféle kerettörténetet megpróbálnak a pedagógusok kitalálni. Itt a pedagógusok is természetesen részesei a farsangnak, hiszen beöltőnek. A felsősök is meg annyi meglepetéssel készültek a rendezvényre. Kreativitásukról, leleményességükről idén is megbizonyosodhattak az érdeklődők. A negyedik osztálytól felfelé már sokkal jobban dominál a koreográfia, a beöltözésnek valamilyen tudatos formája, ötletesség, valami újszerű jelmez, ami meglepő, néha-néha meghökkentő. Ez különösen a felső tagozatban tapasztalható, amire a tanulók mindig nagy lelkesedéssel készülnek, és már hogyha azt nézem önmagában, hogy ezeknek a jelmezeknek az elkészítése mennyi olyan közös időt eredményez, amikor a tanulók együtt vannak, illetve azoknak a például egy autónak a kifestése, ami mondjuk egy délelőttből két órát elvesz, és ott jól érzik magukat, beszélgetnek a tanulók, én akkor azt gondolom, hogy már megérte. Újvári Tomore mondta, a farsangi készülődés során nem csak a jelmezek készítésével és a koreográfiák összeállításával foglalatoskodtak a gyerekek, de a vízkeresztől húshagyók eddig tartó időszak vallási hátteréről is beszélgettek a fiatalokkal a pedagógusok. A hagyományok szerint próbálunk különböző dolgokat feleleveníteni, és ehhez hozzá kapcsoljuk ezt az eseményt, magát a farsangi eseményt, akkor a tanulók még tanulhatnak is, megismerhetik a bibliai hátterét, hogy tulajdonképpen honnan is ered maga a szó, hogy vízkereszt, és hogyha ez valóban egy ilyen táncos, mulatozásos rendezvényel kapcsolódik össze, amiben semmi kivetni való nincs, hiszen ez egy régi hagyomány, és a régi, úgymond idézőjelben öregek is ezt a hagyományt őrizték, akkor én azt gondolom, hogy ez egy szép sorozat, sok mindent tanulhatunk belőle, és a végén valóban egy nagyot bulizhatunk, úgymond a gyerekekkel együtt, ami hát a tanulás mellett egy különösen fontos terület, hiszen azért halljuk be őszintén, hogy a gyerekeknek nem csak a tanulás a lényeg, hanem amellett az is, hogy nagyon jól érezzék magukat, szabadidős rendezvényeken, programokon vehessenek részt. Ezért tartjuk ezeket a rendezvényeket általánosságban 4 óra után, hogy a szülők is részt tudjanak venni rajta. Mindkét délután különféle süteményekkel, tortákkal édesítették meg a diákok mulatságát a szülők és a pedagógusok, míg az elmaradhatatlan tombola sorsolás után a diszkóban tombolhatták ki egész heti fáradtságukat az árpádiskolások.
Ennek van egy pozitív hatása ezt követően, mert kimozogják magukat, táncolnak, egy kicsit buliznak, és utána a tanórákon is egyébként megnyilvánul ennek a pozitív hozadéka, hatása olyan értelemben, hogy a tanulók egy kicsit nyugodtabbak, jobban oda tudnak figyelni azokra a különböző tanulmányokra, leckékre, amiket megpróbál a pedagógus számukra átadni, fogékonyabbak lesznek. Ezt nem minden esetben vesszük észre tudatosan, de hogyha oda figyelünk rá, és megvizsgáljuk azt, hogy a tanulók más esetben hogyan viselkednek, illetve egy-egy ilyen rendezvény után, akkor bizony, hogyha alaposan utána járunk, akkor látjuk azt, hogy bizony-bizony van pozitív hatása, és én ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek olyan rendezvényeket is tartsunk, ahol nem feltétlenül a tudás megosztása lényeg, hanem legyen az szórakozás, legyen az más jelleg, de a tanuló tényleg egy kicsit más oldalról közelítse meg az iskolai életet. Előfordult, hogy a szülők közül is jó páran állarcot öltöttek a programra, míg a tanárok is megmutatják, mennyire fontosak számukra a közösségi események, amikor együtt szórakozhatnak tanítványaikkal. Újvári Tomor, ha jelmezt nem is öltött idei rendezvényükön, de egy ígéretet tett a kameránk. Megígérem, hogy lesz olyan alkalom, amikor be fogok öltözni a gyerekekkel. Nem az az alkalom lesz az, de lesz ilyen, hogyha a gyerekek is úgy akarják, vagy erre módunk és lehetőségünk nyílik, akkor meg fogom tenni azért, hogy a gyerekek is érezzék, lássák, hogy valóban egyek vagyunk, egy intézmény, és tényleg a gyerekekért teszünk, értük vagyunk. A karnevál után újabb rendezvények várnak a diákokra, hiszen nem csak az osztálykirándulások időszaka következik. Most fogunk menni a Bűvös Völgybe március 13-án, ez egy médiaoktató központ, ahol a 8-as tanulók megismerkedhetnek a média világával, híradót készíthetnek, időjárás jelentést, filmet fognak forgatni, rádióadást készítenek és újságot. Én azt gondolom, hogy ez a tanuláshoz egy nagyon fontos pozitív adalék, de tekintettel arra, hogy a médiaoktatás az ugyan nem nagyon sok órában, de megjelenik a vizuális kultúra oktatásának a témakörében. Ezen túlmenően már készülünk egy évvégi színdarabra, már folynak folyamatosan a próbák, tehát már az évvégét is figyelembe vettük, és előre láthatóan néz ki, hogy egy újabb programmal fogunk készülni a gyerekeknek, ami egy délutáni szabadidős program lesz, akadályversennyel és különböző egyéb programokkal tarkítva, ami szintén a szabadidő hasznos eltöltését hivatott szolgálni. És mindezek mellett a Kimit Tudra is készülnek a gyerekek, melyen nem csak az Árpád iskolások mutathatják be tudásukat, de más intézményekből is várják a fiatalokat a szervezők. A szórakoztató programok mellett szavaló képességüket is bebizonyíthatják a fiatalok, hiszen a Regősök Húrja országos vers és prózamondó verseny a regionális fordulójának is az iskola ad majd helyet. S hogy az idei tanévet is élményekkel gazdagon zárják a diákok, az Árpád héttel teszik fel a pontot az íre az iskolában a pedagógusok. A rendezvények mellett azonban ebben az időszakban a leendő elsősökre koncentrálnak a tanárok, hiszen hamarosan elérkezik a beiratkozás időszaka. A beiratkozások várhatóan április elején lesznek, addig azonban akad még bőven tennivalójuk a pedagógusoknak az Árpád iskolában, ahol két nagyszerű farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet a gyerekek és a felnőttek. Különleges technikával festettek képeket óvodáskorú gyerekek a kulturális központban. A kicsik az óvoda pedagógusok és a Kuckó Alapítvány önkénteseinek segítségével két napon át készítettek szebbnél szebb alkotásokat. A rendezvény záró eseményén egy kiállítást állítottak össze a szervezők a gyerekek képeiből. Kreatív kézműves foglalkozásokon vettek részt a nagyotádi óvodások a kulturális központ előterében. A kétnapos programon a gyerekek és az óvonénik színes és vidám képeket alkottak, készülve a farsangra. A Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány nagyotádon élő török önkéntesei rendszeresen ellátogatnak a város óvodáiba, ezúttal a művelődési házba hoztak egy különleges festési technikát magukkal a gyerekeknek. A festés mellett csinálnak még farsang révén farsangi maszkokat is.
nagyon szép és kreatív dolgokat tudtak készíteni, változatos színeket használnak ezzel a gyerekek. Az elejétől a végéig, miután megnézték a technikának a folyamatát, a készítés folyamatát, saját maguk is képesek ezt elkészíteni. Van ennek nehezített változata is, amit az óvónénik tudnak készíteni. Az ebru művészet Perzsiából, valamint Törökországból ered, s szó szerinti jelentése felhőszerű. A különleges festési technikának ma is sokan hódolnak Kis-Ázsiában, s a hozzá szükséges alapanyagokat is Törökországból szerezték be nagyotádon tevékenykedő fiatalok. Hazánkban nem kapható a festékfajta, melyet különböző színű földből, növényi anyagokból készítenek, míg az alapanyagokat márvány között zúzzák porrá, hogy aztán később vízzel higítsák. Ez egy speciális festék, speciális anyag szükségeltetik ahhoz, hogy a színek ne keveredjenek össze, tehát a folyamata szerint egy edénybe, egy tepsibe bele kell tölteni azt a folyadékot, amiben majd belekerülnek a festékcseppek, és aztán ebből kerülnek azok a formák kialakítása, amik a papírra kerülnek a legvégén. Az ebru technikánál a vízhez sűrítő anyagokat adnak, melyek segítségével a festék a víz felszínén marad. Ezután egy egyszerű ecsettel először rá kell csepegtetni a festéket a vízre, majd lehet is formázni azt. A legnépszerűbbek a virágmotívumok, mint például a tulipán vagy a rózsa. Ha kész a minta, egy papírt fektetnek a vízre. Pár másodperc, és a papírlap felszívja a képet. Ehhez, már a legtöbb papírfajta alkalmas rá, melynek nem fényes a felülete, érdemes savmentes papírt használni, hogy hosszan megőrizzük a készkép minőségét. Ezután már csak szárításra van szükség. A festés technikájának teljes folyamatáról készült videót is kivetítettek az aulában. A gyerekeknek azonban a felnőttek is segítettek a technika megfelelő elsajátításában. Akik segítkeznek még a török fiataloknak, azok somogyudvarhelyi kollégáim, ők azok, akik az állarcok készítésénél segítkeznek, és itt most mindenki nagyatádi óvis kisgyermek. Magyarországon egyre elterjedtebb egy másfajta, ám mégis hasonló festési technika, melynek felhasználásával is látványos eredményeket produkálhatunk könnyen és egyszerűen. Gondolom, hogy ezt érdemes lenne felnőtteknek is kipróbálni. Ez most egy egyszerű változat, amit a gyerekek készítettek, de én ahogy látom az óvonéniket, nagyon tetszik nekik a technika, és érdeklődtek, hogy milyen más módszerrel és milyen más festékkel lehet ugyanezt megoldani. Én azt mondom mindenkinek, hogy a márványozó festékkel próbálja meg. Az beszerezhető Magyarországon, a technikáját már ismerik, használják az óvodákban és az intézményekben, úgyhogy ezen az elven alapulva a márványozó technikával meg lehet, a márványozó festékkel meg lehet próbálni mindent. A szervezők a farsangi időszakban, mint egy záró eseményként szeretnének egy kiállítást készíteni a kétnapos rendezvényen alkotott képekből és állarcokból. Így nem csak az óvodások láthatják a saját és társaik munkáját, de a szülők is megtekinthetik azokat a kulturális központ előterében. Húshagyókedden tartották a kulturális központ munkatársai farsangi mulatságukat. Évek óta hagyomány a városban, hogy felvonulással és kiszebáb égetéssel, valamint színes műsorral búcsúztatják a telet. A farsangi programokat követően délután 16 óra 30-kor a Somogyudvari Kukoris hagyományőrző színjátszókör tagjai adták elő az Udvarhelyi Legény Csodája című vidám, humoros előadásukat. A tél utolsó napjára esett idén a nagyotádi kulturális és sportközpont által szervezett farsangi mulatság. A délutáni órákban tartott programra időseket és fiatalokat egyaránt vártak a szervezők. Az érdeklődők a központ előtt gyülekezhettek, majd a nyitnyi kék óvodások színes műsorával vette kezdetét a rendezvény. Az idén is változatos programmal vártuk a vendégeinket. A farsang az egyik legkedvesebb ünnep. A tél végén, a hosszú hideg tél végén egy nagyon kellemes tavaszi nap köszöntött ránk a mai napon. A farsang célja is a télnek az előzése, és hát ez a program tele van népi elemekkel, vidámsággal, sok-sok örömmel. Azt gondolom, ilyen volt a mai program is. A műsor után a program résztvevői elindultak a hagyományos farsangi felvonulásra. Az idei felvonulás egyébként nagyon látványosra és színesre sikeredett. Több héten keresztül készülünk mindig egy ilyen rendezvényre. Hívjuk a művészeti csoportjainkat, egyesületeinket, akik itt a művelődési házban vannak, és természetesen meghirdetjük mindazoknak a nagyatádi lakosoknak, akik szeretnének egy ilyen látványos, fergeteges télbúcsúztató ünnepségen, rendezvényen részt venni. A rendezvényt úgy hirdették, hogy azok számára, akik nem öltenek jelmezt magukra, a kulturális központ munkatársa is készülnek egy-egy állarccal. Azért, hogy minél több színes jelmez készüljön, illetve színes jelmezes legyen a felvonulásunk,
Idén készítettünk mi is jelmezeket segítséggel, így tudtunk még több jelmezt adni olyanoknak, akik esetleg nem tudtak elhozni hazúról valamit, vagy nem találtak maguknak megfelelő jelmezt. Tehát szerettük volna azt, hogy minél többen öltözzenek fel olyan színesen, amilyen színesen csak szeretnének. Ne legyen gátja annak, hogy éppen nincs jelmez, hogy nem jut hozzá. A látványos és zajos menet a művelődési háztól indult, a Solar Hotel előtt majd a Kossuth utcán halad végig. Bárki csatlakozhatott az utcán farsangolókhoz, akik az Aradi úton érkeztek vissza a kulturális központhoz. Ahogy láttam, nagyon-nagyon jól érezték magukat a vendégeink, azok az emberek, azok a nagyatádiak, vidékiek, akik eljöttek megnézni ezt a programot, akik eljöttek velünk felvonulni. És az is látszott az utcán, hogy a járókelők örömmel fogadták ezt a fergeteges színes felvonulást. Természetesen zenével, Ignác János húzta a talpalávalót, énekléssel, kerepléssel, színes jelmezekkel zártuk a telet. Az időjárás is kedvezett a télbúcsúztató programon, így nem maradhatott el az egyik legrégebbi hagyomány sem a városi farsangról. Hisz a kiszebáb jelentése, kiszebáb égetésének a jelentése azt jelenti, hogy elbúcsúztatjuk a telet, ami már régóta itt van, és nyomasztó általában mindenki számára. Szeretnénk a sötéttől, a hidegtől megválni. Ez egy ilyen nagyon régi néphagyomány, egy jelkép, hogy elégetjük a kiszebábot, és akkor talán várhatjuk a tavaszt. És a mai nap nagyon szép, gyönyörű napsütésben tudtuk ezt megtenni, úgyhogy remélhetőleg jön a tavasz. A kiszebáb elégetése után a farsangolók bevonultak a kulturális központ előterébb, ahol fánk, tea és forradból várta őket. Ám élőzenével is készültek a szervezők, csak úgy, mint a felvonuláson, itt is Ignác János, a nagyatádi cigány nemzetiségű önkormányzat vezetője muzsikált a jelenlévőknek, akik táncra is perdültek. A rövid mulatozás után délután 4:30 egy előadásra invitálták a megjelenteket, akik az Udvarhelyi legény csodája című színdarabot tekinthették meg. Nem bánom még a fele birtokomat is odannám legalább, hogy ébredjen föl még, talán még a katicát is. Hát legalább kárná fel az a gyerek, hát valamit nem is tudom. Hát a szégyen. Hát az a szégyen, hát te menj oda a szégyen, hát te van a gyerek. Csak elévődő, de Pista! Csak elévődő! Az előadásban a Somogyudvarhelyi Kukoris Hagyományőrző Színjátszókör 21 tagja szerepelt. A színdarab a Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett pályázatra íródott, és amatőr színészek felléptek vele a Nemzeti Színházban is, Somogy megyét képviselve. Nagyatádon teltház fogadta a társulatot, és a vidám, humoros pillanatokat a közönség tapsal jutalmazta. A falu mindennapjait bemutató darab történetét, de a karaktereket is az élet ihlette. A színdarab egy frontról hazaérkező fiú és egy gazdag lány történetét dolgozza fel. A fiatalok egymásba szeretnek, habár a lány kezét szülei már másnak ígérték. A fiú azonban nem adja fel, és addig próbálkozik, még végül sikerül a falu lakosait is maga mellé állítva, fondorlatos módon meggyőznie kedvese szüleit, hogy ő legyen lányuk jövendőbelije. Az előadást követően ismét a zene és a tánc kapta a főszerepet. A jelenlévők az aulába folytatták a mulatozást a nap hátra levő részében. Míg a kicsik talán a jelmező öltözést várják a leginkább a farsangi mulatságban, addig az idősebb korosztály már inkább a színes programokat részesíti előnybe. 8 éve rendeztek először farsangot az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában. Azóta minden esztendőben újra és újra sor kerül a februári rendezvényre, melyet két részre bontottak. A délelőtt folyamán a szülők és a pedagógusok közösen sütöttek fánkot a gyerekeknek. Az idén 22 kilolisztból készült fánk, 8-10 szülő jött segíteni, köztük apukák is, akiknek nagyon örülünk. Reggel 7 órakor már dagasztották az első adag tésztát, és körülbelül 600 darab fánkot sütöttek a délelőtt folyamán. Délután pedig egy másfajta programmal készültek a 7., 8. és 9. évfolyamosoknak a gimnázium klub helyiségében. A pedagógusok egy vetélkedőt állítottak össze a fiataloknak, akiknek nem csak az agyukat kellett megtornáztatniuk, de ügyességükre és gyorsaságukra is szükség volt. A játékos feladatokat csapatban kellett elvégezniük a tanulóknak. A vetélkedő mindig vicces, egy kicsit azért gondolkodtató feladatok is, de itt a szórakozáson van a hangsúly. A vetélkedő állandó eleme a fánkevő verseny, amit minden egy alkalommal megrendezünk. Ez utóbbi versenyszámhoz a délelőtt folyamán sütött édességeket használták fel a szervezők.
A tanulóknak úgy kellett minél gyorsabban megenniük az eléjük helyezett fánkot, hogy nem foghatták meg azt kézzel. Önkéntesen mindig várunk néhány gyereket az osztályokból, tehát nem az egész osztályt, hanem aki szeretne részt venni ezeken a játékokon. A vetélkedő után a büfé kínálatából falatozhattak a diákok, melyhez a süteményeket a 7-8-9. Évfolyamosok szülei biztosították. A rendezvény tombola sorsolással zárult, melyhez a diák önkormányzat ajánlotta fel a nyereményeket Batyus Bál bevételéből. A fődíj egy büfé utalvány volt. Több mint 1000 látássérült van a megyében, akik közül 500-an tagjai a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesületének. Legutóbb a nagyatádi kistérségben rendeztek farsangi mulatságot, melyről sem a műsor, sem a maszkák nem hiányozhattak. Tivi Vander nem csak humoráról vált híressé, de látássérült zongoristaként, zeneszerzőként az egész világon ismerik és elismerik tehetségét. Somogy megyében is egyre többen élnek, akik látásukban korlátozottak. Nekik próbál meg segíteni a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete, mely közel 60 éves múltra tekint vissza. Az egyesületünk a megyében élő látássérülteket igyekszik összegyűjteni. Valószínű, hogy a megyében 1500 látássérült él, de az egyharmaduk az, aki megtalálta az egyesületünket, úgyhogy szeretettel várjuk is a még hozzánk nem érkező ilyen fogyatékkal élő embert, tehát 500 tagja van az egyesületünknek, 5 kistérségi csoport működik, ezek közül az egyik a nagyatádi kistérségi csoport. A megyei szervezet igyekszik mindenben segíteni a látássérülteket, ugyanakkor az egyesület munkatársai nyitottak egyéb közösségi eseményeken való bemutatkozásra is, melyek többszörös célt szolgálnak. 16 munkatársunk van, megváltozott munkaképességűek is dolgoznak nálunk, sok látássérült, és azt gondolom, hogy sokrétű komplex segítséget nyújtottunk a látássérülteknek, többek között, hogy így nagyon-nagyon összefoglalva kulturális és szabadidős tevékenységeket szervezünk, ez a sorstársi közösséget adja a látássérülteknek egy jó megerősítés biztosan. Aztán oktatási munkákat végzünk, a legfontosabb terület az érdekvédelem, amiben egyrészt a tagság felé a segédeszköz használati kultúrát, segédeszköz támogatást tudunk biztosítani, illetve a társadalom felé is nyitottak vagyunk, mert szeretnénk megmutatni a látássérültek életét, nehézségeit és örömeit. Az úgynevezett érzékenyítő programok mellett egyéb eseményeket is szervez tagjainak az egyesület, ugyanakkor szükség esetén adományokat is gyűjtenek a rászorulóknak a szervezet munkatársai. Jó kapcsolataink vannak a rehabilitációs lehetőségekkel, rehabilitációs központokkal, tehát elemi és foglalkozási rehabilitációba tudjuk segíteni a tagjainkat, illetve tanácsadásokat tudunk biztosítani számukra különböző területeken. Jellemző még, hogy egy kicsit belekontárkodunk a szociális területbe is, mert nagy igény van a szociális támogatásra, adományok gyűjtésére és közvetítésére is. A szervezet életében is történtek változások, hiszen 2016 tavaszán egy újabb csoporttal gyarapodott a megyei egyesület. Az egyesület mellett működik most egy férfi klub, a férfi szenyor klub, ami elég jó működik már a férfi korban látássérülteket gyűjtöttük így össze. Hát most még jelenleg Kaposvár, mert Kaposvár környékről vannak tagok, de szeretnénk az egész megyéből összefogni. Az 5 megyei kistérségi csoport közül legutóbb a nagyatádiak tartottak farsangi mulatságot a látássérülteknek. Kicsit összekovácsolódik a társaság, a sorstársak, találkozunk, egy jót eszünk, kis, rövid kis műsor is lesz. A farsangi mulatságon nem csak jelenetet láthattak az érdeklődők, de egy tangóharmonika is megszólalt a rendezvényen. Bagó János és Dányádi Né Molnár Cecília is tartottak egy rövid tájékoztatót az egyesület feladatairól, melyekről a szervezet kaposvári telephelyén bővebb információt kaphatnak az érdeklődők. Egy irodát működtetünk, ahol a megyében élő látássérülteknek és hozzátartozóiknak egy információs központként mindennemű információt igyekszünk őket hozzájuttatni, hiszen a látássérültségből adódóan nagyon sokszor információ hiánnyal küzdenek a tagjaink.
segítünk nekik a pályázatok elérésében és kitöltésében, mindenféle információs hozzáférésben. És hogy mi a teendője annak, aki látássérültként szeretne tagja lenni az Egyesületnek? Az orvosi papírokkal együtt be kell jönni az Egyesületünkhöz, Kaposvár, Pécsi utca 2, és ott vagy az elnök asszonyunk, vagy a munkatársak segítek ebben, elmondják, hogy mi kell még hozzá. Idén is szeretnének egy érzékenyítő programot szervezni Nagyatádon az Egyesület tagjai, akik egyéb terveket is szövögetnek a közeljövőre. Erre az évre szeretnénk egy kirándulást is szervezni. Hát úgy néz ki, hogy talán Tihanyfüred lenne a cél. Egyre több látássérült él a megyében, köztük Nagyatádon is, akiknek jól esik egy-egy kedves gesztus egészséges embertársaiktól. Ha látnak fehér botta közlekedő embereket, azért kérdezik meg, hogy segíthetnek-e nekik, mert ne önkéntesen próbálják átvinni a másik oldalra, hanem kérdezik meg, hogy segíthetnek-e valamivel, és mi szívesen vesszük a segítséget, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy miben segíthetnek. Az Egyesület tagjai kérik azokat, akik felajánlhatják adójuk 1%-át, hogy gondoljanak a látássérültekre. A farsangi összejövetelen a közös ebédet követően kötetlen beszélgetéssel múlatták az időt a kistérségben élő látássérültek, akik csak úgy, mint sorstársaik, a hangokban és a zenében találták meg a világ teljességét. A csoportszobák feldíszítésével vette kezdetét a napsugárhelyét, melyet a farsangi szokások köré építettek a nagyatádi intézményben. A napsugár óvodában a gyerekek kiszebábot is készítettek, valamint egy cirkuszi akadálypályán is kipróbálhatták ügyességüket. A hetet farsangi felvonulással zárták. Cirkusz az egész világ, vagy mégsem? Csak a napsugár óvodában fordult fel az élet néhány óra elejéig. Az óvónők minden évben igyekeznek valami újdonsággal színesíteni a farsangi ünnepkört a gyerekeknek, ezért idén egy cirkuszi mulatságot szerveztek az intézményben. Minden évben megvan a tematikája a farsangnak, idén egy kicsit a cirkusz világába kalauzoltuk el a gyerekeket, 6-7 fős csapatokat alkotva, különböző állomásokon próbálhatták ki magukat. Ilyen állomások voltak például a tűzkarikán átbújás, ahol nagyon jó volt a nagymozgások fejlesztése, a gyerekek nagyon élvezhették, hogy az oroszlán bőrébe bújhattak. Egyik állomásunk volt még a zsonglőrködés, volt kötéltánc, amit megint nem csak a lányok, a fiúk is nagyon élveztek, ami az egyensúlyi érzéket fejleszti, illetve hát kimaradhatatlan része volt a cirkuszi felvonulásunknak a erőművész, amit megint nagyon szerettek a gyerekek. A gyerekeknek egy-egy állomáson kellett teljesíteniük ezeket a feladatokat, amelyekért járt a jutalom is a nap végén. Az állomások sikeres teljesítése után minden gyerek ünnepélyes keretek között vehette át a kis menetlevelét, ami be lett pecsételve, és egy kis ajándékot is kapott mellé. Hogy a hagyományokról se feledkezzenek meg a gyerekek, 2017-ben is látványos módon űzték el a telet közösen az óvónőkkel. A hagyományokat úgy is ápoljuk, hogy idén mindkét csoport elkészítette a kiszebábját, és ezzel is felevenítünk egy hagyományt, hogy a kiszebábokat kihajítjuk az óvodánkból, ezzel is elűzzük a telet. Az idei farsangi összejövetelre nem csak a gyerekek, de a szülők is lelkesen készültek, akik vartak, ragasztottak és színeztek az elmúlt napokban. Már egy hagyomány, azt lehet mondani, hogy ez teljesen a szülőknek a feladata, vagy kihívás a szülők számára. Örömmel veszük, hogy egyre több szülő kreatív, most már azért úgy gondolom, hogy sok helyről lehet lopni nagyon jó ötleteket, és igen, jönnek a házi készítésű jelmezek. Egy kreatív délután keretében pedig a csoportszobákban készíthettek állarcokat és szemüvegeket közösen a gyerekekkel. Örömmel mondhatom el, hogy nagyon jó nem csak gyerekként, hanem szülőként is ide járni, és újra megtapasztalni a gyerekkornak ezeket az apró szösszeneteit, és részesei lehetünk az óvoda szinte minden programjának, és itt megemlíthetném az apák napjától kezdve az őszi vidám heteket, amikor nagymamákkal főzzük a szilvalekvárt, a papírgyűjtést, az ovibulit, az adventi készülődést a gyerekekkel. Aztán, amikor nyitott az óvoda ajtó, és a szülők is bejöhetnek a csoportba, jó megélni azt, hogy a gyerekeink mennyire felszabadultan, és milyen jó helyen vannak. De nem csak a farsangi mulatságra készültek az elmúlt időszakban a szülők. Az anyukák mellett az apukák is bebizonyíthatták kézügyességüket és leleményességüket. Óvodán 2011 óta büszkén viseli a Zöld óvoda címet,
illetve madárbarát óvoda is vagyunk, és ehhez méltóan igyekszünk nagyon nagy hangsúlyt fektetni télen is a madáretetésre, és ez adta az ötletet arra idén először, hogy egy felhívást írtunk ki a szülők számára, madáretető készítésre biztattuk őket. Nagy örömünkre nagyon sok, nagyon ötletes madáretető készült, amik kihelyezésre is kerültek az udvaron, így a gyerekekkel együtt tudtuk etetni a kismadarakat egész télen. Az alkotások készítői oklevelet és ajándékokat vehettek át a farsangi mulatság keretében. S hogy igazán megkoronázzák az elmúlt hetet az óvoda munkatársai, az Ovi Színház keretében került bemutatásra idén egy olyan mese, melynek tanulságát nem csak a gyerekek, de a szülők is levonhatták. Király és a Show című színdarab, amit az óvónénik előadásában láthattak a gyerekek, amiről már apró szösszeneteket otthon hallhattunk, hogy mire készülnek, készülődnek, felelvillant egy-egy jelmez. Aztán a néptánc csoportok is lázasan készülődtek, próbáltak, izgatottan várták a gyerekek szinte az első fellépésüket a színpadon. Talán éppen ez adta az ötletet annak, hogy a Fogmanó meséje című meseíró pályázaton is részt vegyen az intézmény napraforgó csoportja. A felnőttek és a gyerekek Fogacsi kalandjai címmel írták meg közösen meséjüket, melyre egy közösségi oldalon szavazhattak azok, akiknek tetszett a történetük. Örömmel mondhatom, hogy az idejáró gyerekek szülei nagyon aktív részesei a közösségi oldalon zajló szavazásnak. Minden nap egy-egy kattintással megtehetik a voksukat, és ezáltal ugye megosztásra kerül. Március 1-ig lehetett szavazni a pályamunkákra, melyek közül a napraforgó csoport meséje nem is nyerte el a közönségdíjat, a városban, illetve a nagyatádi óvodák körében mindenki megszerette Fogacsi történetét. Bertolt Brecht idézetével ajánlom a következő összeállítást. Egyszer mindent elér az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. 5 végzős osztálydiákjaira került fel a felnőtté válás szimbolizáló szalag a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Szakképző Iskola szalagavató ünnepségén. A rendezvény végén 12 pár táncolta el a bál nyitó táncát, melyet adásunk végén teljes terjedelemben tekinthetnek meg nézőink. A hétvégén elérkezett a pillanat, amikor a Nagyatádi Szakképző Iskola diákjait ünnepelték az intézmény hagyományos szalagavatóján. A rendezvény a vendégek köszöntésével kezdődött. A tanulók családtagjai, rokonai és barátai mellett egyéb meghívott vendégek is részt vettek a programon. Meghívtuk az idén vendégként természetesen főigazgatóasszonyt a Kaposvári Szakképzési Centrumból, aki elfogadta meghívásunkat. Orma István polgármester úr is részt vett a rendezvényünkön, illetve Kárpáti László, a Somogy megyei közgyűlés, illetve Nagyatádi képviselőtestület tagjaként, de gyakorlati képzőhelyekről viszont többen itt voltak. A tanulók bevonulása után a himnusz hangjaival kezdődött az ünnepség, majd a tagintézmény vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Most mondtam először ünnepi beszédet, a korábbi években pohárköszöntőre volt lehetőségem. Hát ez egy nagyobb lélegzetvételű szövegírást jelentett számomra, izgultam, de mindenképpen valami személyes szerettem volna a gyerekeknek, ezért is készítettem egy olyan ünnepi beszédet, amiben minden osztályhoz tudtam egy kis kedves szóval fordulni és emlékezni az elmúlt évekre. A szalagavaton 5 végzős osztály, összesen 60 diákját búcsúztatták el az alsóbb évfolyamosok. Először Kertész Ramona és Szemerédi Rebeka köszönt el a 12-esektől, majd a végzősök nevében verset mondott Károly Gábor, búcsúzott pedig Horváth Zsolt. A 14X és a 12F osztályok szavak nélkül videókkal köszöntek el társaiktól, ám a rendezvényre a pedagógusok is egy megható műsorral készültek. Fejér Zoltán verssel, míg Perág Veronika, Máté Attila és Török Kovács Péter útravalóul néhány dallal kedveskedett a végzősöknek. A produkcióban közreműködött Kertész Ramona, Hújber Balázs és Göncölt György is. Az ünnepségünk hát nagyon sok előkészületet igényelt. Török Kovács Péter kollégám volt az, aki az ünnepi műsort összeállította. Darázs Izabella kolléganőm pedig az egészet szervezte itt, az egész napunkat valójában. Gyerekek már délelőtt készültek, mert fényképezésre került sor, és itt meg 5 órakor kezdődött az ünnepség. A műsorral kollégáim felléptek, gyerekek, úgyhogy nagyon családiasan szerintem. Ez is, mint általában. A zenés irodalmi műsor után következett az est fénypontja, a szalagtűzés. Az osztályok egyesével felsorakoztak, míg a táblavívők is bevontak, párnákon tartva a szalagokat.
Az iskola vezetőire Vojkovics Mária által kerültek fel a szalagok. Elsőként a kereskedők osztálya sorakozott fel, hogy osztályfőnökük Vas Rozália tűzze fel a szalagokat. Őket az ipari gépész festőosztály követte Klisz Tibor vezetésével. A végzős pincér tanulókra Fáncsiné Borongics Valéria tette fel a szalagokat, majd a szakács tanulók következtek, akiknek Tálosné Fekete Beáta tűzte fel a felnőtté válás szimbólumát. Végül a 12 F osztály sorakozott fel osztályfőnökükkel Vojkovics Máriával. Miután felkerültek a tanulók ünnepi ruhájára a szalagok, a hagyományok szerint az alsóbb éves pincér tanulók pezsgőt szolgáltak fel a diákoknak és a tanároknak. Az ünnepi pohárköszöntőt az idén Perák Veronika igazgatóhelyettes mondta el, majd a végzős tanulók és tanáraik közösen kocintottak. A pezsgőt az idén felajánlásként kaptuk az egyik gyakorlati munkahelyről, és minden évben ez nálunk nagyon régóta hagyomány, hogy az alsóbb éves pincér tanulóink szolgálják fel a pezsgőt kocintás céljából. A szalagavató ünnepséget a szózat zárta le, miután a tanulók kivonultak a teremből, s míg a fiatalok átöltöztek a bári ruháikba, addig a bárdos fúvós zenekar szórakoztatta a közönséget. A szalagavatós keringőt 12 pár táncolta el, nagy sikert aratva a megjelentek körében. A koreográfiát az idei esztendőben is dr. Hajduné Tóth Csilla tanította be a fiataloknak. A nyitó tánc után a szüleiket és tanáraikat is felkérték a fiatalok. A rendezvény vacsorával folytatódott a végsők és vendégeik számára, majd kezdetét vette a szalagavatós bál, melyen a talpalávalót a retromót szolgáltatta. A nagyatáli szakképző végzős diákjainak nyitó táncát teljes terjedelmében megtekinthetik adásunk végén. A tavasz beköszöntével újraéled a természet, de ha nem óvjuk, az emberi gondatlanság végzetes lehet. Az erdő és egyéb vegetáció tüzek a jelentős anyagi károk mellett az állatok és az emberek életét is veszélyeztetik. Egy tűz eloltása akár egy hét, a károk helyreállítása akár 100 év is lehet. Előzzük meg a tűzeseteket. Ne hagyjunk tüzet őrizetlenül. Ne égessünk tarlón vagy nádasban. Erdőben is csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtsunk tüzet. Vegyük komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Ne feledjük, körültekintéssel a tűzkár elkerülhető. Szaladgálás. Felesleges papírmunka helyett nyisson ügyfélkaput, és intézze otthonról adóügyeit. Az ügyfélkapu mindig nyitva van. Sőt, 2017-től kézbevallása is ügyfélkapun érkezhet a NAV-tól. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. A kommunizmus áldozataira emlékeztek meg a Jobbik Magyarországért mozgalom nagyádi szervezetének tagjai. Az eseményen Ander Balázs országgyűlési képviselő is beszédet mondott az 56-os kopjafánál. 1947. február 25-e. Meghatározó dátum ez Magyarország történelmében. 17 év óta mind esztendőben megemlékeznek ugyanazon a napon hazánkban azokra, akik a kommunizmus áldozataivá váltak. A Jobbik Magyarországért mozgalom nagyatádi alapszervezetének tagjai is megemlékezést tartottak a városban. Napra pontosan 70 esztendeje hurcolták el a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát. Vitték el a gulágra, a Szovjetunióba, koholt vádak alapján. Ezek után pedig itt Magyarországon kétség sem férhetett hozzá, hogy mi vár erre a társadalomra, erre a megnyomorított társadalomra, milyen terror, milyen rettegés, milyen diktatúra fog itt beköszönteni. A 45 után abban a kis rövid látszat demokrácia időszakában volt némi remény, de ez az illúzió ezek után szerte foszlott. 47-48-ban aztán egy totális diktatúrát építettek ki Rákosi Mátyások Magyarországon. Ennek a diktatúrának az áldozataira emlékezünk majd itt ma, illetve a kommunista diktatúrák 100 millió halálos áldozatára, ugyanis ez az SMN diktatúra, ez a megvalósíthatatlan és veleig gonosz utópia ennyi áldozatot követelt a földgolyó is különböző országaiban. A megemlékezésen szinte csak a Jobbik szimpatizánsai vettek részt, melyet szomorúnak tart Ander Balázs. Szörnyű egyébként, hogy a mai Magyarországon a Jobbik az egyetlen párt,
amelyik számára fontos ez az emlékezés. Fontos az, hogy leszámoljunk a múlt velünk élő hárnyaival, fontos az, hogy kimondjuk, nem sikerült egyébként Magyarországon a rendszerváltás teljes mértékben, hiszen ha csak az ügynökaktáknak a nyilvánosságra való nem hozatalára gondolunk, akkor be kell látni, hogy súlyos hiátusok vannak itt, és amíg ezek a dolgok nem rendeződnek le, addig megnyugtató módon ez a kérdés nem rendeződik, addig őszintén tiszta tekintettel nem is lehet az áldozatoknak a szemébe nézni a politikai elit részéről, mert bizony ezek az emberek, akiknek az életét megnyomorították az elmúlt évtizedekben, joggal teszik fel azt a kérdést, hogy hol vannak a bűnösök, miért nincsenek megnevezve, miért történhetett meg Magyarországon is az a gyalázat, hogy nem következett be tulajdonképpen a kommunista diktatúra itteni Nürnbergi pere, és azok a főkolomposok, akik ezt a diktatúrát üzemeltették, ágyban párnák közt halhattak meg, vagy pedig még mindig élvezik a kiemelt nyugdíjukat. Ez az, ami gyalázat, ez az, amire mi nemet mondunk. Az országgyűlési képviselő egy nem mindennapi beszéddel készült a rendezvényre, hiszen történelemtanárként pontosan tudja, mi történt 70 évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogyha fölidéztük mondjuk a szülői, vagy éppen a nagyszülői generációt, akkor a legtöbb fiatal tudott a családjából keríteni olyan negatív példát, olyan nagyon fájó és sötét emléket az ő személyes történetükből is, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódott, hiszen a padláslesöprések, a kuláküldözés, vagy egyáltalán az, hogy itt évtizedeken keresztül olyan diktatúra volt, amikor az emberek nem mondhatták ki szabadon a gondolataikat, nem nyilváníthattak igazából véleményt, az az ő nagyszülei generációját nagyon súlyosan érintette, és hogyha ezek a fiatalok elbeszélgettek otthon, a családon belül ezekről a dolgokról, akkor már is volt olyan, amihez lehetett visszanyúlni, amihez lehetett kapcsolni a tankönyvi adatokat. A nagyotádi megemlékezés nem valósulhatott volna meg, ha nem fognak össze most már hosszú évek óta a Jobbik helyi szervezetének tagjai. Nagyon szépen köszönöm nagyotádi elnök asszonyunknak, illetve egy önkormányzati képviselőnknek, Simonné Máriának azt, hogy meghívott és megrendezte ezt a megemlékezést, ahol elmondhatom gondolataimat a kommunista diktatúra áldozataival kapcsolatosan. A Jobbik nagyotádi alapszervezetének tagjai Ander Balázs beszédének meghallgatásával emlékeztek a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborokba hurcolt áldozatokról, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. A rendezvény végén helyezték el koszorújukat és gyújtottak mécsest a kommunizmus áldozatainak emléknapján a program résztvevői. E heti magazin műsorunk véget ért. Szeretném egy programra felhívni a kedves nézőink figyelmét. Március 3-án pénteken délután 17 órakor megnyílik Falusi Béla és Falusiné Terék Éva fazekas népi iparművészek kiállítása, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők a Kulturális Központ kiállító termébe. Most pedig a szakképzőiskolások szalagavatos nyitótáncát tekinthetik meg teljes terjedelmében a kedves nézők. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk a már megszokott elérhetőségeinken a 0630 432 0092-es telefonszámon, leveleiket pedig a nagyatádi vtv@freemail.hu e-mail címre küldhetik. Műsorunk visszanézhető az interneten is. Maradjanak velünk a képernyők előtt, mert ez rólunk szól. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra! My dreams to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon, I couldn't see it until I let go, gave in to love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, my world start to turn, and I'll taste every moment and live it out loud. I know this is the time, this is the time to be more than a name or face in the crowd. I know this is the time, this is the time of my life, time of my life. And vanished into the air, left me in pieces.